Összesen 96 játszótér van Nyíregyházán, ami közel 1000 játszóeszköz jelent a gyerekek számára. A játékok egy részét az előírásoknak megfelelően minden héten ellenőrzik a szakemberek, és folyamatosan odafigyelnek arra, hogy az eszközök az Európai Uniós normáknak is megfeleljenek. Minden tavasszal a homokozók közegészségügyi homokcseréjével, a játékok szerkezeteinek átvizsgálásával, valamint esztétikai felújításokkal, például festéssel kezdik a játszóterek rendbetételét a nyírvévé szakemberei. Játszóterekkel kapcsolatban az első munkák a folyamatos karbantartás mellett, hogy nagyon korán tavasszal szintén átvizsgáljuk az összes játszóterünket. Itt elsősorban biztonsági előírások betartására, a kopások, elhasználódásokra figyelünk, erről készítünk egy listát, megrendeljük az anyagokat, majd a későbbiek során ezt tervezetten kicseréljük, így minden játszótérünkön megújulnak az eszközök, olyan kötések kerülnek kihelyezésre, amelyek bírni fogják az egész éves igénybevételt. A játszótereket különböző szervezetek és az ANTS is ellenőrzi. Az eszközöknek és a kialakításoknak többféle előírásnak is meg kell felelniük. Esési távolság, ütéscsillapító, ágyaknak a vastagsága, lazasága, festés nem állhat ki szeg, a beszorulási pontokat kell elhárítani, illetve azokat a mozgó alkatrészeknek a kopását kell figyelemmel kísérnünk, amelyek a természetes használat következtében is elkophatnak. Ebbe egyébként bevonnak társaságunk egy a mezőri csoportnak is egy 8 főt, aki folyamatosan ellenőrzi ezeket az eszközöket, tehát különböző próbákkal meggyőződünk arról, hogy nincs a kopás. Erre azért van szükség, mert az utóbbi években jelentős mértékben megnőtt az igénybevétel, tehát nagyon sokan használják ezeket a játszótereket, tehát ezt heti rendszerességgel ellenőriznünk szükséges. Az újabb eszközökkel felszerelt játszótereket szívesebben használják a családok, így azok gyorsabban is kopnak, ami még gyakoribb ellenőrzést igényel. A játszóterek állapota kulcskérdés a kisgyermekes családok életében, így aztán fontos róla beszélni is. Vendégem Kukucska István, a tűzmegelőzési Kft. Szabványosítási szakértője. Köszönöm, hogy kezdjük már innen, bocsánat, mert elrontottam. Elnézést kérek. Semmi gond. Nem probléma? Nem, csak a jó. A játszóterek állapota kulcskérdés a kisgyermekes családok életében, ezért fontos róla beszélni is. Vendégem Kukucska István, a tűzmegelőzés Kft. Szabványosítási szakértője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ja, az, hogy milyen a játszótér, milyen mondjuk a homok benne, vagy milyenek a játszóeszközök, ezeket folyamatosan vizsgálni kell, az önök cége ezzel foglalkozik. A megyében milyen állapotban vannak a játszóterek? Nyilván más-más településen mással találkoznak a gyermekes családok. Hol vannak jobb állapotban játszóterek, és hol vannak kevésbé jó állapotban játszóterek? Igen, az ország 10 erre célra kijelölt szervezetnek az egyike vagyunk, akik az egész országban tevékenykedünk. A nyíregyházi játszóterek ellenőrzését már az elmúlt 4 évben a mi cégünk végzi folyamatosan. Összehasonlítva más területeken lévő játszótéri eszközökkel, itt, mint a bejátszásból is látszott, hogy figyelmet fordítanak a időszakos felújításokra, karbantartásokra, ellenőrzésekre nagyon helyesen. Tehát ez egy kiemelkedő színvonalú országos szinten is, ahogy itt végzik. Sajnos nagyon rossz tapasztalataink is vannak, amelyekről majd esetleg később pár szót váltunk. Ugye jó két nagy csoportra lehet megkülönböztetni a játszótereket. Vannak az úgynevezett modern, uniós szabványoknak megfelelő, már fából készült játszóterek, és vannak a régi típusok, amik még fémből vannak, fémmászóka, fémcsúszda, fémmérlekhinta. Vannak még ilyenek mondjuk Nyíregyházán? Igen, vannak, és én mindig el szoktam mondani azt, hogy valamelyik eszköz fémből készült, nem biztos, hogy rossz, mert ha megfelel a paramétereknek, a fejbeszorulásnak, újbeszorulás, egyéb veszélyeknek, akkor sokkal stabilabbak, mint a fából készült játszótéri eszközök. Ugye most az új szabályozás szerint 2 éve lehetőség van nem csak gyári tanúsított eszközöket vásárolni, hanem egyedileg is lehetőség van gyártatni eszközöket, és egyre több vállalkozó, szülő már fényből készíti ezeket az eszközöket, viszont ezzel az a nagy probléma, hogy ezeknek elfelejtik azt, hogy szakértői vizsgálat kell az üzembehelyezés előtt, és mire kihívnak, addigra már kész van, és akkor derül ki, hogy ezek nem felelnek meg az előírásoknak. A fényben még az is baj, hogyha nagy forróság vagy nyár van, ezek felforrósodnak. Én már láttam olyan csúszdát, ami fényből készült, tehát ott a gyerek
nem csúszott le, az biztos. Hát fémcsúszda nem lehet, tehát csak műanyag csúszdák lehetnek, akkor az még nagyon régi csúszda lehetett, mert ez igaz, hogy a nagy hőségben, a 40 fokos hőségben... Olyan bevonata volt, fémszerű bevonata, de nagyon forró volt. Így van, ezzel egyetértek, tehát akkor az használhatatlan, mert annak nem szabad ilyen hőmérsékletet elérnie. A másik probléma, ami elő szokott fordulni a játszótereken, az a homoknak a minősége. Hogy vajon vittek-e bele kutyát vagy macskát, nem vittek bele, jár-e oda mondjuk kóborkutya, kóbormacska, mire kell figyelni a homokozókkal kapcsolatban? Visszautalok megint a bejátszásra, ahol elhangzott, hogy rendszeresen ellenőrizzik a játszótérek állapotát. Van napi, heti, havi, stb. Ellenőrzések. A napi ellenőrzés körébe tartozik, hogy valakinek meg kell nézni, hogy ott például a homokozóban ne legyenek ilyen állati maradványok, hogy így fogalmazzak, hiszen ezek a gyermekek részére egészségileg nagyon veszélyesek, és ha nagyon szennyezett ez a talaj, akár egy macska után, vagy kutya után, az komoly vakságot is okozhat a gyerekeknél. Ezért van az, hogy ezeket a homokokat rendszeresen fertőtlenni kell, cserélni kell, és mint láttuk is, Nyíregyházán most információm szerint több száz köbméter homokot cserélnek ki a homokozókba. Egy szülő, aki nem ért hozzá, civil, ránéz a homokozóra, melyek azok a jelek, amiből tudja, hogy akkor ide nem kell beengedni a gyereket? Hát eleve látja, hogy mik vannak benne, főleg egy hétvégi buli után esetleg sörös üvegek, boros üvegek vagy egyebek, amik ugye szintén egyéb baleseti veszélyforrások, vagy ha szennyezett a talaj, akkor oda nem, és amit megtehet, maradjunk Nyíregyházánál, a Nyíregyházát üzemeltető játszótéri felügyeletet ellátó szervezet felé azonnal jelezni kell, és itt külön csapat is van, aki ezzel foglalkozik, akik ezt a jelzést meg fogják szüntetni. Hogyha nem csak Nyíregyházáról beszélünk, hanem megye többi településéről is, mindenhol van kinek szólni, és akkor visszatérünk a beszélgetésünk elejére, vannak olyan városok, olyan települések, ahol mondjuk rosszabb állapotban vannak még a játszóterek? Sajnos vannak. Főleg most az utóbbi időben tapasztaltuk, hogy megemelték az ellenőrzés időszakosságát, tehát korábban 2 év volt, most már 4 év, amikor szakértővizsgálatnak kell alávetni, és amikor megtörtént az ellenőrzés, utána nem foglalkoznak nagyon sokáig a játszóterekkel, betömörödik az ütéscsillapító talaj, gyepes lesz, összetörik az eszközöket, hiszen a játszótéri eszközöknek egyik legnagyobb ellensége a vandalizmus az időjárás mellett, és a harmadik pedig, amikor nem rendeltetésszerűen használják. Csak egy ma délelőtti példa, egy Balaton melletti településről hívtak föl, hogy egy csúszdára, hát egy enyhén nem szomjas fiatalember 80 kilójával ráült, ráhuppant a csúszdára, ami összetört alatta, és nagyon súlyos vágási sérülésekkel vitték kórházba. Tehát a rendeltetésszerű használat azt jelenti, hogy amilyen korosztálynak készült, hát azoknak kell használni ezeket az eszközöket. Az önkormányzatok, a fenntartók hogy néznek önökre, hogy szükséges, rossz, ezt meg kell csinálni, és legyünk túl rajta, vagy partnerként viszonyulnak önökhöz? Hát ez változó. Én azt mondom, hogy a 80%-a partnerként, a 20%-a az úgy értékeli, hogy ez felesleges pénz kidobás, hogy így mondjam, de amikor bekövetkezik náluk egy baleset vagy egy sérülés, akkor már teljesen más a szemléletük. Ehhez meg kell jegyezni azt is, hogy 2 éve egy jogszabály módosítás során a fogyasztóvédelmi felelősséget jelölték ki hatóságnak a játszótéri eszközöknél, akik folyamatosan ellenőrzik az önkormányzatoknál, hogy ezeknek az ellenőrzése, dokumentálása, tehát ezek a kérdéskörök rendben van-e, itt elkülönül, a másik része pedig, hogy a szakértő szervezetek hogyan végzik és ellenőrzik, ők műszakilag vizsgálják felül ezeket az eszközöket. Egy záró kérdés még, ön szerint szakértői szemmel nézve, melyik a legjobb játszótér a megyében? Hát a megyében lehetne sorolni, itt most a legújabbakat, amelyeket építettek, a sóstói krudiszálló előtti területen, vagy a tó mellett felépült területen, vagy ide azért ide sorolnám nem csak játszótéri eszköz, hanem az úgynevezett kondiparkokat is, amelyek az erőfejlesztő ezeket tartalmazzák, amelyből, ha jól tudom, 17-18 körül létesült az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen, hogy eljött, szakértelmére a későbbiekben is igényt tartunk, majd jöjjön máskor is. Köszönöm, Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy nem baleset miatt kell ezt találkozzunk.